A Heves megyei küldöttség a gazdakörök zászlajával érkezett a pannonhalmi bazilikába, azért, hogy Hortobágyi T. Ciril főapát felszentelje a lobogót. Úgy gondolom, hogy a gazdaköröknek, ilyen szervezeteknek, amely egy-egy régiót, egy falu közösséget összefog, az éltető ereje a kapcsolat. Az, hogy van arca a másik embernek, vannak közös céljaink, és van közös tevékenységünk, amit el akarunk érni. Ez a mai alkalom itt a pannonhalmi bazilikában a Magyarországi Agráriumnak az egyik rendezvénye. Egy rendezvény, egy program, de kapcsolatokat építő program. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek elnöke emlékeztetett arra, a magyar gazdáknak az elmúlt 30 évben volt erejük, képességük arra, hogy eljussanak most ezen a mai napon erre a szent helyre. Kívánom, hogy adjon ez a zászló mindig erőt. Legyen jelképe az összefogásunknak. Legyen jelképe annak, hogy mi 15 millió magyar a nemzetünkért dolgozunk, hisz ez ad nekünk biztonságot, ez ad nekünk lehetőséget, teret arra, hogy embertársainkkal együtt építhessük hazánkat, és megteremtsük azt a lehetőséget családjainknak, hogy boldogan élhessünk itt a hazában, a Kárpát-medencében. Egy közösségnek a jele és egyben a létrehozója is a zászló. Magasan lobogva jelzi, hogy körülötte vannak azok, akikkel együtt lehet teljes életet élni. Nekünk hívő embereknek van egy felülmúlhatatlan zászlónk, a királyi zászló, a Szent Kereszt, amelyik Jézushoz tartozásunkhoz figyelmeztet. És rajtunk, a mi jelszerű életünkön múlik mindig a jövő, az, hogy hogy tudjuk átadni a következő nemzedéknek azokat az értékeket, a hitet, a meggyőződést, a szorgalmat, ami a szívünkben van. Valami módon ezzel a lelkülettel legyünk most itt, erre a lelkületre gondoljunk, amikor ezt a zászlót látjuk, és ez erősödjön a szívünkben. Urunk és Istenünk, Te sokféle jellel segítesz bennünket, hogy megtaláljuk egymást, és ezáltal megtaláljunk Téged is. A pannonhalmi főapát a szentmise záró ceremóniájaként felszentelte a Heves megyei gazdakörök zászlaját.